Kitüntetéseket vehettek át az év legjobb szakemberei és diákjai a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában péntek délelőtt. Összesen 11 kategóriában osztottak ki elismeréseket. Az év kézműves vállalkozása díjat Semjényi Brigitta kapta, aki 1992 óta dolgozik fodrászként. Az évek alatt számtalan tanuló nevelésében részt vett, 15 éven keresztül pedig az iparkamara által szervezett versenyek aktív tagja volt. A legfontosabb a szakmai alázat. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek az életben, tanulni, továbbképezni magunkat, mert a divat az elég gyorsan változik. Az év vállalkozása díjat az 1996-ban alapított nyíregyházi Carbon Black Kft. Kapta. A cég jelenleg Európa legnagyobb korommal és egyéb gumiipari alapanyagokkal kereskedő vállalatai közé tartozik. Pénzes Ilona ügyvezető igazgató szerint a sikerhez fontos a megbízható és minőségi munka, valamint a piacépítés is. A cégnek a profilja egy nagy kereskedelmi cég, a gumigyártásban dolgozunk, és nagy cégeknek, a Continentalnak, a Hankoknak szállítunk meg gumiipari alapanyagokat. Gyakorlatilag egészen piciben kezdtük, egy-két alkalmazottal, most jelen pillanatban 60 alkalmazottunk van, és Csehországban is van üzemünk, ezen kívül Európában több országban is dolgozunk és szállítunk be alapanyagokat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamaráért díjat Vasvári Zoltánné, a Kisfakon tanoda vezetője és alapítója kapta, de a Hotent Kolterm Kft. Oktatási tevékenységét is elismerték. A díjátadó előtt küldött gyűlésen értékelte az elmúlt évet a szervezet. Elmondhatom, hogy minden évben jellemző ránk, és ebben az évben is igaz, hogy a kamarában fegyelmezett, takarékos gazdálkodás folyik, amit tervben beterveztük, a számok is nagyjából azt igazák vissza, és azt mutatják, hogy jól terveztünk. Szerencsére mind a bevételi oldalon, mind a kiadási oldalon, tehát a számaink elég kedvezőek. Ezért világos, maximális köszönet jár megye vállalkozóinak, köszönet jár a kamarai tagoknak, és mindazok, akik ebben segítettek. A Kereskedelmi és Iparkamara 2019-ben minél szélesebb körben szeretné a vállalkozásokat segíteni, különböző programokkal és rendezvényekkel, de kiemelt terület még a szakképzés és a mesterképzés is. A Szabolcs megyei szervezetnek jelenleg mintegy 1000 kamarai tagja van, és több mint 30 000 regisztrált vállalkozást tart számon.